A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jöstét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Díjátadóval zárult a 2024-es Fehérvári Diáknapok rendezvénysorozata. Cselparkovics András polgármester, illetve Lerner Zsolt alpolgármester adta át a Városháza dísztermében az elismeréseket, és a középiskolás korosztály nagy díját a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium vehette át. Vendégem pedig természetesen az intézmény igazgatója, Vizi László Tamásné, tisztelettel köszöntelek. Köszönöm szépen, én is. Ahhoz azonban, hogy egy ilyen díj mit takar, azért a köznapi embereknek is el kéne mondanunk, hogy hogy indult, hiszen azt már tudjuk, hogy több mint negyed százada egy ismert és elismert, remekül működő gimnáziumi és szakgimnáziumi osztályokkal működő nagyszerű tanári karral működő intézmény a Tóparti, és ugye keveset beszélünk róla, holott rendkívül elismerés, hogy a kompetenciavizsgálatok mindig megerősítik azt a kiváló munkát, ami a nálatok folyik, és hát ez a top 100-ban is megmutatkozik. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy mennyire tudatos az a tanítási módszer, mód a pedagógusok részéről, ami ilyen szinten is kiemelkedik. Hát mindenképp rendkívül tudatosnak kell lenni, mindenképp kell, hogy legyenek megfelelő céljaink, amelyeket mind hosszú, mind közép és mind rövid távon meg kell tudnunk határozni. Hogy ezeknek a meghatározása miképp és hogyan történik, hát úgy, ahogy ezt megköveteli tőlünk az a sok-sok társadalmi kihívás, ami mostanság éri az összes rendszert és összes folyamatot, ami az emberek életével, karrier ívre állításával összefüggésbe kerül. Nyilván látnunk kell azokat a mutatókat, azokat az elképzeléseket, trendeket, amelyeket szeretnének a gyerekek további életükben megvalósítani, és ehhez fel kell tudnunk úgy zárkozni, hogy adjuk meg hozzá a lehetőséget, hogy ezeket választhassák is. Ezek a felmérések hitelesek mindenféle értelemben, hiszen azért a közép- és emelt szintű érettségik tekintetében is ott vagytok az élmezőnyben egyik oldalról, másrészt pedig a felvételi arány is megfelelő ahhoz, hogy büszkék lehessünk arra, ami folyik. De hogyan lehet ezt napról napra megtartani? Hogy megy például a fiatalok, a gyermekek kiválasztása? Hát éppen most kaptuk meg azokat a listákat, amelyekből látjuk, hogy a következő generációk közül kit kerülhetett be, pótolva azokat a gyerekeket, akik elindulnak ugye a felsőoktatás felé a következő héten, amikor a ballagás után az érettségik elkezdődnek. Az, hogy ez hogyan és miképp történik, hát mindenképp egy nagyon tudatos munkával lehet csak megoldani. Először is azokra az eredményekre, amiket az előbb szerkesztő úr felsorolt, ezekre támaszkodva kell ezt megtennünk, és természetesen meg kell keresnünk azokat a lehetőségeket, amivel meg tudjuk szólítani azokat a családokat, akiknek a gyerekeiket szívesen kül fogják hozzánk küldeni. Leginkább azért, mert a legjobb marketing azért továbbra is a szájról szájra terjedő hír, és amikor azzal jönnek vissza, és azzal keresnek meg bennünket, hogy egyszerűen brandnek tekintik a Tóparti nevét akkor, amikor célirányosan szeretnék a gyerekeiket a további életre felkészíteni. Mivel most elsősorban a kultúráról esik szó, azért azt tegyük hozzá, hogy nem csak a városi, hanem megyei és országos versenyeken is rendkívül eredményesen szerepelnek a fiatalok. Ehhez viszont nagyon fontos, hogy olyan pedagógusok tanítsák őket, akik egyrészt elkötelezettek, másrészt pedig akik maguk is olyan szintet képviselnek, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos egy diák szemében. Így van, tehát azért azt látni kell, hogy egy tanár
az oktató munkáját akkor tudja jól végezni, hogyha minden területen, ami az ő szűkebb ismeretkörét jelenti, tantárgyakra gondoltam ezzel természetesen, ezt nagyon-nagyon naprakész ismeretekkel tudja dúsítani, ezzel gazdagítani, ezt tudja átadni a gyerekeknek. Azért ehhez még az is hozzátartozik, hogy nem csak a tantárgyi tényszerű tudásról van ilyenkor szó, ami továbbítani kell, hanem nagyon sok olyan hatásról is beszélni kell, információk begyűjtéséről beszélni kell, amitől a gyerekek a világban tudnak majd tájékozódni. Rendkívül felelősség az övék, a művész tanárok felelőssége is. Egyrészt példát mutatnak, példaképek is adott esetben, másrészt pedig mindent meg kell tenniük azért, hogy az adott esetben a gyermekekben, fiatalokban rejlő tehetség kibontakozhassék. Igen, ez teljesen így van, és azért egy dolgot ez mindenképp tegyünk hozzá, tekintve, hogy mi egy vegyes iskola vagyunk, és gyöngyszemünk a művészeti képzés ebben a körben, hogy tudni kell, hogy valóban a példamutatás és az a felkészítés, ami jellemzi a művészeti képzésünket, azért is fontos, mert azért a művészvilágba bekerülve és abból megélni a továbbiakban, ehhez mindenképp egy sokkal másabb minőségű és egy nagyon erős megerősítésre van szükség. Ugye a képzőművészeti kiállításokon általában szembesülünk azzal, hogy micsoda nagyszerű fiatal művészek, ehhez is viszont kellenek a művésztanárok természetesen. Ott is a kiválasztódás folyamata elsődleges, gondolom én. Igen. Hát azért ezt örömmel nyugtázhatjuk, és én azt gondolom, hogy fontos is, hogy akkor, amikor egy művésztanár személyiségével összetalálkozhatok egy új munkaerőfelvétel alkalmával, bizony nekem fontos az is, hogy lehessen látni, hogy ő maga a művészeti pályán is megfelelő aktivitást tud mutatni. Mert hogyha nincs benne ebben a sodrásban, akkor nem fogjuk tudni adni azt a lehetőséget a gyerekeknek, amit számukra szükséges ahhoz, hogy ezt a pályát választva érvényesülni tudjanak. Világos, viszont ugye vegyes típusú középiskoláról van szó, és korán sem mindegy, hogy a többiek úgymond, és ebben semmi pejoratív tartalom nincsen. Igen. A többiekben. A többieket miként tudjátok segíteni, hiszen itt azért a szakkörök, a különböző bármi más, ami hozzátesz a tanításhoz, nagyon fontos. Hogyne, és ugye ezek az alkalmak azok, amelyek olyan felkészítést kell, hogy adjanak, hogy az egyetemi léthez hozzá tudjunk úgy járulni, hogy ne csak a bekerülés adódjon, amit azért nagyon szívesen mondok el, hogy a gyerekek az első helyen kerülnek be az egyetemekre, és erre én nagyon-nagyon büszke vagyok, ennek több összetevője is van, de azért folytatva az előző gondolatot még azt hadd tegyem hozzá, hogy ezek a bizonyos délutáni felkészítések, fakultációk, olyan tananyagok átadását segítik a gyerekek számára, amiben gyakorlatilag az egyetem első, második fél évében is nagy segítséget nyújt, mert ők ennek a tudásával érkezhetnek oda meg. Igen, és ehhez kellenek a szaktárgyi tanárok és pedagógusok is. A kiválasztódás folyamata egyébként egyszerű, hiszen azért felgyorsult a világ, azt nagyon is jól tudjuk. Hát mindenképp nagyon-nagyon szemfülesnek kell lenni, és különösen ilyenkor az igazgatónak, hogy látnia kell, hogy melyek azok a irányvonalak, mik azok a trendek, amik ugye a világot meghatározzák, és várhatóan a elkövetkezendő 3-4-5 évben jellemzők lesznek, hogy erre megfelelően tudjunk rámozdulni, rákészülni, hogy a gyerekek a lehető leggyorsabban tudjanak erre úgy reagálni, hogy a választási lehetőségben ne az kerüljön be, hogy ami éppen adódott, hanem valóban több alternatívát is meg tudjunk mutatni számukra. Ehhez viszont kivételes felkészültségű pedagógusokra van szükség, nyilvánvaló. Ez pontosan és így mivel van. Itt most a művészetekről beszéltünk, azért essék szó a többi tantárgyról is, hiszen amikor az országos felvételi beiskolázási rangsort nézzük, akkor nyilván nem mindenki művész lesz értelemszerűen, és ebben is élen jártok.
Igen, ez így van valóban. Ugye hát ugye a gimiseknek a felvétel arányáról épp az előbb beszéltem. De ha a művészeti szakképzésről beszélek, akkor ugye azért tudni kell, hogy éppen most van egy olyan váltás, egy olyan új struktúra, ami az 5 éves képzésnek a felvállalására adott lehetőséget. Bár hozzáteszem, hogy aki úgy gondolja a 12. év végén, hogy mégis ő más irányba szeretne elmenni, és nem szándékozik a szakmák megszerezni, neki is erre lehetősége van. Ebben az évben egyetlen egy tanulónk az, aki így döntött. A többiek az 5. éve jönnek velünk tovább, aminek én roppantul örülök, hogy ez volt a döntésük és a választásuk, hiszen a művészeti pályáról nekik egy megfelelő szakmai képzés mellett szakmai bizonyítványuk is lesz. De ez még mindig nem fogja azt jelenteni, hogy ő nekik továbbra is az út csak a művészeti pályák felé vezetne, hiszen ugyanazok a közismereti tanárok tanítják őket. Magyarból, matekból, történelemből, idegen nyelvből is sorolhatnám a tantárgyakat tovább, mint akik a gimnáziumi tanulóinkat. Nyilván ugyanazzal a tudásanyaggal, és jegyezzük meg, hogy azért nagyon közelítően ugyanazzal a követelményrendszerrel, aminek meg kell tudni felelni. És ez adja meg a lehetőséget arra, hogy a művészetisek közül is kerültek ki orvosok, jogászok, lettek belőlük építészek, különösen szeretnek bennünket egyébként az építészeti pályán, hiszen pont a szakmai hozzáértést is magukkal viszik, és mellette ott van az, ami a gimnáziumi anyagból is szükséges. Tehát nem szűkül be azzal a választási lehetőség a művészeti tanulóink számára, hogy ők ebben a szakgimnáziumi képzésben vesznek részt. És ez tény, nem kényszerűség semmiképpen. Így van. Tehát ez a választás szabadsága. Néhány szót essék a sportról is, hiszen eredményes az iskola a sportban is, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen ez a kettőség ebben én azt mondom, sportváros is vagyunk, a kultúra városa is, de a sport is nagyon fontos. Igen, én erre is büszke vagyok. Nagyon sok ilyen sportolóval dolgozunk együtt, lehetőségeink szerint abszolút támogatjuk is ezt a tevékenységét minden tanulónknak, aki ezzel jelentkezik, és mellette tegyük azért mindenképp hozzá, hogy a diákolimpiai szervezésekkel kapcsolatban, vagy bármi más sporttevékenységgel kapcsolatban tényleg teljesen élenjárónak mondhatom magunkat, különösen, hogyha az eredményeket folyamatosan figyeljük, már pedig erre tényleg nagyon érzékenyen reagálunk, és ez megint azt kell, hogy mondjam, hogy ez viszont a testnevelő tanár kollégáimnak az érdeme, hogy a gyerekekkel megszerettették a mozgás örömét. Azok a gyerekek viszont, akik már így érkeztek, az ő érvényesülésükért pedig szintén mindent megtesznek, hiszen ezt iskolai keretek között is meg kell tudnunk oldani. Fontos kérdés, és nyilván megerősítés nyújt. Ugye röviden már mondtam, hogy a kiállításokon ott vagyunk a tóparti évfordulón, és én azt hiszem, hogy mindenki rácsodálkozik, nem csak a látogató, hanem a szülők mindenképpen, hiszen azért a szülők szerepe rendkívül fontos ebben az oktatási rendszerben is. Hát igen, ez vitathatatlan, hogy az a bizonyos klasszikus példa, amikor azt mondjuk, hogy az oktatás rendszere az egy háromlábú szék, ahol az egyik az természetesen a szülő, de a másik kettőt is akkor most már hadd említsem meg, nyilván a tanuló, a diákunk és a pedagógus. És hogyha ez a háromlábú szék, azt akarjuk, hogy ne billenjen meg, ahhoz mindenkinek ki kell venni ebből a részét. Szerencsére azt mondhatom el, hogy a szülők oldaláról az elismerés, és ezzel együtt a támogatás is megvan, mert akkor, amikor mi adunk, és igyekszünk egészet adni, tőlük viszont egészben kapjuk ezt a támogatást, és ez így van jól. Nyilván ez biztosítja azt a jövőképet, amellyel találkozunk napról napra, és ez megerősítés a pedagógusoknak, az iskola vezetésének, a szülőnek, és akár a gyermeknek is. Vannak visszajelzések ilyen értelemben? Igen, igen, ez nagyon jó volt, ez az előbb emlegetett díjkiosztónál például én nagyon örültem annak, hogy nagyon gyors szervezéssel kellett megoldani, hogy a díjkiosztón ott tudjunk lenni, teljesen természetes módon ezt hozzáteszem, de amikor megtörtént az esemény, akkor utána szülőkkel is összetalálkoztam, és nagyon jó érzéssel töltött el, hogy
elmondhatták, hogy mennyire örültek annak, hogy a gyerekeket meggyőztük arról, hogy ezen a seregszemlén részt kell venni. Eredményes tudsz lenni, és lám-lám, valóban így volt, hiszen azért voltunk ott a díjkioszton, és hogy mennyire hálásak, hogy nem csak a tanórai tevékenységüket határozzuk meg a jelenlétünkkel, hanem megadjuk azt a tehetség gondozási lehetőséget, ami például pont egy ilyen versenyen való részvételt jelentett. No, tehát azt tudjuk, hogy az iskola szintje a lehető legmagasabb bizonyos értelemben, viszont ráfért egy kis felújítás, és ahogy nézzük, és arrafelé járunk, látjuk, hogy gőzerővel folik a felújítás. Először nézzük a külsőségeket, hiszen azt tudjuk, hogy amikor felépült az új tornaterem, az már egy komoly lépés volt. Igen. Most viszont megújul kívül belül az egész intézmény, természetesen a művelési központtal együtt, vagy most már közösségi és kulturális központtal együtt, és jó ránézni ott a tóparton. Melyek voltak az alapvetések, amelyeket nyilván a tervezőkkel együtt megerősítettetek, hogy ezt mindenképpen meg kell tenni? Hát először is hadd kezdjem azzal, hogy nagyon nagy öröm volt az, hogy lehetőség nyílik arra, hogy az Fehérvár oktatási rendszerében egy viszonylag fiatal iskolát sikerül felújítani. Azért, ha azt mondjuk, hogy 35 éves az iskola, akkor azt is érzékeljük, hogy ezt egy otthonnál is ekkor már egy nagy generálra szükség van. Elég távolról indult már a tervezési időszak, és nagyon-nagyon hálás voltam azért, hogy ennek részese lehettem, nyilván szakmai oldalról tekintve, tehát figyelembe vették azokat a kéréseket a tervezők és a kivitelezők is a következő szakaszban, amit megfogalmaztam. Jó dolog az, hogy teljes egészében olyan megújulásról van szó, hogy amennyire az épület külső szerkezete megengedte, teljes értékű burkolást kapott, ami nyilvánvaló az energiatakarékosság jegyében kellett, hogy megtörténjen. A nyílászárók kicserélésre kerültek, már nagyon szükséges volt, mert gyönyörű nyílászáróink voltak fából, de ennyi idő alatt nyilvánvaló, hogy ez is már elhasználódott. Nagyon jó dolog az is, hogy belül az összes gépészeti elem a fűtéstől elkezdve a vízhálózatig, szennyvízhálózaton keresztül minden, amit el lehet képzelni, teljesen kicserélésre kerülhetett, tehát gyakorlatilag gépészetileg egy teljesen új épületről beszélünk. A belső felújítások is megtörténtek, nyilván nyílászáró cserékkel, gyönyörű tanteremajtókat fogunk látni a folyosón, nagyon összeillő tervezéssel az egész dizájnja egy vonalat tudott követni. Ez egy nagy egységességet is jelent, és amit én nagyon-nagyon értékeltem, és nagyon örültem, hogy azt a kérést és azt a igényt el tudták fogadni a tervezők, hogy kellett újabb területeket, tereket kialakítani, és erre is lehetőség nyílt. Tantermeket tudtunk kialakítani, bizonyos helyeknek a ügyesebb átalakításával, falak mozgatásával, új szerkezetek keletkeztek, ami azt gondolom, hogy bizonyos tantárgyak tanításához sokkal jobban hozzá tud ez a rendszer járulni, mint hogy azért mindenképp szeretném azt is elmondani, hogy azzal együtt, hogy a gyerekek életét és a közösségi terekben komfortosabbá tudjuk tenni, ugyanezt el tudom mondani a tanár kollégáim számára is kialakított tereket illetően. Igen, hát a könyvtár, az informatikai tantermek, a szaktantermek, szakmai műhelyek állapota az mindenképpen olyan benyomást kell, hogy nyújtson, hogy örömmel jöjjenek a fiatalok és természetesen a pedagógusok is. Egy kicsit beszéljünk a hogyan továbbról, a jövőképről. Nincs kétségem felőle, hogy megvan az a jövőkép, ami a következő időszakban is biztosítja a diákoknak, a pedagógusoknak és a szülőknek is, hogy olyan fiatal kerüljön az egyetemekre, akikre büszkék lehetünk. Mindenképp ez a célunk. Mindenképp ezt kell megoldani, mindenképp szeretnénk, hogy a gyerekek azokat az álmokat, amiket dédelgetnek, vagy lehet, hogy még nem dédelgetnek, de valahol példát láttak, és ezért ezt követni szeretnék, és ez adta a lehetőséget arra, hogy válasszon valamit, szeretnénk úgy hozzájárulni, hogy ezek meg is tudjanak valósulni. És azt is szeretnénk elérni, ezt sem titkoljuk, hogy jó lenne, hogyha úgy tudnánk irányítani ezeket a folyamatokat, hogy meglegyen az a kellemes belső érzés,
amivel vissza tudjuk őket vonzani ebbe a városba. Igen, hát ez nagyon-nagyon fontos, bár tudjuk, hogy nyilván amíg az egyetemek többsége ugye Budapesten van, vagy tőlünk bizonyos értelemben távol, ez komoly feladat és nagy kihívás. Nyilván a felvételizők már megvoltak. Hogy állunk ebben a kérdésben? Hát remélem, hogy jól, mert ahogy az előbb említettem, most kaptuk meg Győrből azokat a listákat, amelyek alapján tudjuk, hogy kik azok a szerencsések, akik tóparttisok már, mint ahogy nyilván az összes középiskola ezzel rendelkezik, hiszen ez egyszerre történő adatszolgáltatást tud lenni, úgyhogy mi ezeket ki is fogjuk tenni a honlapra, úgy, ahogy ezt a jogszabály előírja azokkal a kritériumokkal. Szerencsére nem volt problémánk a beiskolázással, nagy létszámú osztályokat fogunk indítani, úgy, ahogy azt elterveztük az eddigiekben. Ez kihívás egyébként, a nagy létszámú osztályok, hiszen volt egy olyan időszak, amikor sokkal inkább abban hittek, vagyis azt hirdették a pedagógusok is, hogy kis létszámú osztályokkal egyszerűbb. Tanítani. Hát biztos, hogy egyszerűbb, tehát ez nem is kétséges, de én azt gondolom, hogy akkor, amikor keresett egy intézmény, akkor szerencsés dolog minél több családnak az igényét kielégíteni abból, hogy a gyerek be tudott kerülni. Főleg, hogyha még ráadásul megfelelően tehetséges, akkor még felelősség is ez. Igen, hát a tehetség és a szorgalom úgy tűnik a tópartiban kézen fogva jár. Én azt gondolom, hogy ez ennél fontosabb nincs. Egyébként, amikor beszélünk a különböző átalakításokról, általában a magyar iskola rendszerbe hogy illeszkedik a tóparti? Én azt gondolom, hogy sikerült jól megőrizni a helyünket, azzal együtt, hogy valóban folyamatos átalakulásról beszélünk. Mindig valami kicsit átigazítást fog jelenteni, hát a rendszer szintűekről nem is beszélve, hiszen azért ott is nagyon komoly átalakulások voltak, nézzük meg a NAT20-at, ami azt jelenti, hogy most, akik érettségizni ülnek le, május első hetében ők már ennek a követelményrendszernek és ennek az érettségi rendszernek megfelelően kell elvégezni ezt a vizsgájukat, és ezzel tovább. Erre egyébként fel lehet készíteni a fiatalokat, hiszen ez a szaklapokban is kérdés volt. Hát én bízom benne, és bízom abban, hogy tényleg olyan tehetséges és jól felkészült tanári gárdával rendelkezik a tóparti, hogy meg fogjuk tudni oldani, és meg fogjuk tudni ugrani ezt a lécet is, és nagyon magas szinten. Nincs kétségem felőle. Mit kívánhatok a tanári karnak, a vezetésnek, illetve a diákoknak? Hát azt hiszem, hogy nagyon sok erőt, sok-sok sikert, és sok-sok türelmet, pontosan a sok-sok változással együtt, mert be kell, hogy érjenek azok a folyamatok, meg kell, hogy kapjuk ezeknek a gyümölcsét az eredményekbe, és bízom benne, hogy ezt így fogjuk tudni majd egyszer, ha úgy adódik, értékelni ezt az évet, hogy ezt tudom elmondani, hogy kiválóan sikerült most is mindent megoldani. Most hát akkor történjék így. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és hajrá, tóparti, továbbra is. Kedves nézőink, búcsúzom. Ebben a beszélgetésben Vizi László Tamásné, a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium igazgatójával arról beszéltünk, hogy az idei fehérvári diáknapok nagy díját a Tóparti vehette át, köszönhetően a kiváló pedagógusoknak és természetesen azoknak a fiataloknak, akik tettek ezért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.